Hamar kiderült, hogy nem forog veszélyben a Székás győzelme az Algyő 2 ellen az NB2-es kézilabda bajnokságban. 10 perc játék után 6-2 az eredmény Szloskáék javára. Ezt követően került Porszem a gépezetbe egy rövid időre, több zicser is kimaradt a hazaiaknál, de egy értékesített büntető után zsinórban 7 székácsos gól született úgy, hogy az Algyő egyszer sem talált be. 22-7 volt az eredmény 30 percnyi játék után. A második félidőre kicsit kiengedtek a hazaiak, Szoska mester többet cserélt, a kapusok nem fogtak igazán jó napot ki, de a győzelemhez nem félt kétség. A végeredmény Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület, FKS-e Algyő 2, 42-30. Úgy is készültünk, hogy egy sima mérkőzés legyen, hát nyilván nem lehet lebecsülni az ellenfelet, ugye ősszel egy gólos győzelmet sikerült csak elérnünk Algyőn. Hát most azért annak örülök, hogy az első félidőben nagyon-nagyon normálisan játszottunk, amit megbeszéltünk, tehát védekezésben és támadásban is. Hát a második félidőben ugye azért már több cserét eszközöltem, ugye az előre látható két mérkőzésre gyakorlunk most már többfajta variációban. Hát a második félidő az nem volt annyira fényes. Az első félidőben is gyakorlatilag egy 5 perces időszak volt a 6-2 után, amikor ilyen gólcsend volt, és talán csak egy 7 méteresből sikerült gólt szerezni. Ez minek tudható be? Én úgy gondolom, hogy azért ugye nem nemzetközi szinten játszik a csapat, tehát azért meg lehet nézni, hogy 20-30 percet nem tud folyamatosan koncentrálni a csapat, hát utána viszont én úgy gondolom, hogy nem volt semmi gond. Tehát a góllövéssel egyáltalán nem volt gond, hát egy-két elszórakozott zicser elment, viszont annak nagyon örülök, hogy azért most azt hiszem 42-30 lett a végeredmény, és azért ennek közel a felét lerohanásból tudtuk lőni, tehát ez azt jelenti, hogy azért jó úton haladunk. Nagyon sok gólt szereztetek valóban, a kapus teljesítménnyel mennyire vagy megelégedve? Én megmondom őszintén, hogy én most nem is foglalkoztam a kapusokkal. Tudnélik, hogy ez már harmadik olyan mérkőzés, amikor mindig valamelyik kezd, mindig más kezd, és ugye mindenkinek adok lehetőséget, hogy mérkőzésben legyen. Hát most én úgy gondolom, hogy egyedül a Petrezselyem Zsolti volt az, aki úgymond normálisan tudott védeni. Hát a Józsi is nagyjából eletalálgatta magát, Polgárbandi is. Két mérkőzés van még hátra, két rangadó. Igen, hát jövő héten neki megyünk a mezőtúr csapatának, ugye 4 pontra van tőlünk a mezőtúr, 3-ra a Kiskunfélegyháza. Emeltek, hogyha most ugye nem nagyon kell számolgatni, mert mindenhol ugye nyerni kéne, hogyha jövő héten tudunk nyerni mezőtúron, akkor azt lehet mondani, hogy az utolsó mérkőzéstől függetlenül már bajnok a csapat. Ha netalántan 1 pontot szerzünk csak, vagy 0 pontot, tehát kikapunk, akkor viszont kiki mérkőzést játszunk itthon a Kiskunfélegyházával. Az, hogy most nem lesz hosszú hétvége, és a csapat felkészülésében, ez a csapat felkészülésében mennyire fog jelenteni valamit? Én megmondtam a srácoknak, hogy jövő héten is, meg utána való héten is egy edzésre többet fogunk csinálni. Megpróbálunk taktikailag, technikailag felkészülni rájuk, bízom benne, hogy ez is sikerülni fog. Köszönjük szépen, sok sikert a következő két meccset. Köszönjük. A 20. forduló további eredményei: Hajdúszoboszlói KSK-e, Königtréd Balmazújváros 20-31, Makói KC Mezőtúri AFC 31-33, Újkigyósi KC Békés Csabai Előre Spartakusz 29-28, Unitréd Kunszentmárton Gyulai Ese 47-30, Kiskunmajsai Ese Kiskunfélegyházi Honvéd TK 24-27. A tabellát továbbra is a Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület vezeti 36 ponttal, második a Kiskunfélegyházi Honvéd 33 ponttal, harmadik pedig a Mezőtúri AFC 32 ponttal.